Az önöké a legfontosabb feladat. Emelte ki dr. Ruszin Szendi Romulus altábornagy szeptember 23-án a 2022 évi honvédelmi táborokkal kapcsolatos elismerések átadására megrendezett ünnepi állománygyűlésen. Az ünnepségen részt vett Barát István vezérőrnagy, a tartalékképző és támogató parancsnokság parancsnoka is. Mint az ünnepségen elhangzott, a honvédelmi táborok évről évre több fiatalt érnek el. A járványhelyzet javulása révén idén minden eddiginél többen kóstolhattak bele a katona életbe. Így 2022-ben 96 táborban összesen 3007 fiatal töltött el csaknem egy hetet. A 79 elismerésben részesülő katonához és honvédelmi alkalmazotthoz szólva Ruszin Szendi Romulus altábornagy kiemelte. Amit elvégeztek a nyáron, az a legfontosabb feladatok egyike. Nem csak a több mint 3000 gyereket sikerült munkájukkal a nyáron elérni, fogalmazott, hanem elértük a családokat, elértük a szülőket, a nagyszülőket, a testvéreket, a barátokat és barátnőket, és rajtuk keresztül a társadalmat is. Barát István vezérőrnagy hangsúlyozta. 2016 óta jelentősen nőtt a honvédelmi táborban résztvevő fiatalok száma. A sikert jelzi az is, tette hozzá, hogy az április 1-én megnyitott előjelentkezési felületen egyetlen nap alatt betelt a meghirdetett férőhelyek közel 80%-a.